A 41. fejezet Két év múlva a fáraó álmot látott. Úgy tűnt neki, mintha a folyó fölött állna, melyből feljött hét szép és kövér tehén, és legelt a nádasban. Utánuk másik hét is fölmerült a folyóból, csúnyák és soványak, és ott álltak a parton, és fölfalták a hét szép és kövér tehenet. A fáraó fölébredt, majd ismét elaludt, és másik álmot látott. Hét kalász nőtt egy száron, telt és szép. Más és ugyanannyi üres, és a perzselő széltől kiaszott kalász is nőtt, és megemésztették az előzők minden szépségét. Fölébredt a fáraó, és íme álom volt. És reggel, félelemtől megrettenve, elküldött Egyiptom minden jövendőmondójához és összes bölcseihez, és magához gyűjtve őket, elbeszélte nekik az álmot, és nem volt egy sem, aki megfejtette volna. Akkor végül a főpohárnok emlékezve szólt, megvallom a bűnömet megharagudott a király szolgáira, engem és a fősütőmestert elzáratott a testőrség parancsnokának börtönébe, ahol egy éjszakán mindketten a jövendőnket megmutató álmot láttunk. Volt ott egy fiatal héber ifjú, a testőrség parancsnokának a szolgája, akinek elmondtuk az álmokat, és meghallottuk azt, amit a későbbi események bizonyítottak. Én ugyanis visszatértem a hivatalomba, őt pedig fölakasztották. A király parancsára azonnal kivezették Józsefet a börtönből, megnyírták, átöltöztették, és odavitték hozzá. Ő szólt hozzá, álmokat láttam, és nincs, aki megfejtse. Hallottam, hogy te nagyon bölcsen tudod megfejteni az álmot. József válaszolt, nélkülem fogja Isten megmondani a szerencsés dolgokat. A fáraó tehát elmondta, amit látott. Mintha a folyó partja fölött álltam volna, és hét tehén jött föl a folyóból, nagyon szépek és kövérek, és legeltek a nádasban a réten. És íme követte ezeket hét másik tehén, annyira csúf és sovány, hogy ilyeneket Egyiptom földjén soha nem láttam. Ezek elnyelték és megemésztették az előbbieket, de semmi jelét nem mutatták a jól lakottságnak, hanem ugyanolyan soványak és csúnyák maradtak. Fölébredvén ismét elnyomott az álom. Álmot láttam. Egy száron hét teli és nagyon szép kalász nőtt. Hét másik üres, és a perzselő széltől kiaszott kalász hajtott ki, amelyek elnyelték az előbbiek szépségét. Elmondtam a jövendőmondóknak az álmot, és nincs senki, aki megfejtené. József válaszolta, a király álma egy. Isten megmutatta a fáraónak, amit tenni készül. A hét szép tehén és a hét teli kalász, hét bőséges esztendő az álomnak ugyanazt a jelentését foglalják magukban. A hét sovány és csúnya tehén, amely utánuk feljött, és a hét üres és a perzselő széltől kiaszott kalász, az eljövendő éjség hét esztendeje, melyek ebben a sorrendben teljesednek be. Íme, hét nagyon termékeny esztendő következik Egyiptom egész földjére. Ezeket követi hét más, olyan terméketlen esztendő, hogy feledésbe merül minden bőség. Az éjség meg fogja emészteni az egész földet, és az inség nagysága fölemészti a nagy bőséget. Hogy pedig másodszor ugyanarról a dologról láttál álmod, a bizonyosság jele, hogy amit Isten mondott, megtörténik, és Isten mielőbb beteljesíti. Most tehát a király, gondoskodjék egy értelmes és bölcs férfiról, és állítsa őt Egyiptom földje fölé, és állítson előjárókat minden régióba, és a bőség hét esztendejében a termések ötöd részét. Már azt is, ami most következik, gyűjtsék csűrbe. És minden gabona a fáraó hatalmának védelme alatt legyen, és őrizzék a városokban és készüljenek az inség hét esztendejére, ami sújtani fogja Egyiptomot, és ne pusztítsa el a földet az inség. Tetszett a fáraúnak a tanács és minden szolgájának, és szólt hozzájuk, vajon találhatunk-e még egy ilyen férfit, aki telve van Isten lelkével? Mondta tehát Józsefnek, mivel Isten mutatott meg neked mindent, amit mondtál, vajon találhatnék-e nálad bölcsebbet és hozzád hasonlót? Te leszel házam fölött, és a te szád parancsának fog engedelmeskedni egész népem, csak a királyi székkel előzlek meg téged. És ismét mondta a fáraó Józsefnek, íme, Egyiptom egész földje fölé rendeltelek téged. És levette a gyűrűt a maga kezéről, és az ő kezére tette. Bíbor ruhába öltöztette, és aranyláncot akasztott a nyakába. És felültette a második kocsiára, és kikiáltó hirdette, Abrech, hogy valamennyien hajtsanak előtte térdet, és tudják meg, hogy Egyiptom egész földje fölé állítatott. A király ezt is mondta Józsefnek, én vagyok a fáraó a te parancsod nélkül senki sem mozdíthatja kezét vagy lábát Egyiptom egész földjén. És elváltoztatta a nevét, és egyiptomi nyelven Cofnát Paneach, ami azt jelenti, a világ üdvözítője nevet adta neki, és feleségül adta hozzá a sznátot, a Héliopoliszi papnak, Potiferásznak a lányát. Így tehát József kiment Egyiptom földjére. Harminc éves volt, amikor ott állt a király a fáraó színe előtt, és bejárta Egyiptom minden vidékét. És eljött a hét éves termékenység, és a termést begyűjtötte Egyiptom csűreibe, és minden egyes városban a körülötte fekvő földek termését és oly nagy bőségben volt a gabona, hogy a tenger fővenyéhez hasonlították, és meghaladott minden mértéket. Józsefnek pedig két fia született, mielőtt eljött az éhinség, akiket asznált a héliopoliszi pap, Potiferász lánya szült neki. És az első szülöttet Manasszénak nevezte, mondván, Elfeledtette velem Isten minden nyomorúságomat és atyámházát. A másodikat Efraimnak nevezte, mondván, megszaporított Isten szegénységem földjén. Miután tehát eltelt a bőség hét esztendeje, ami Egyiptomban volt, megkezdődött a hét inséges esztendő, melyeket József előre megmondott és eluralkodott az éjség az egész föld kerekségen. Egyiptom egész földjén azonban volt kenyér. Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, a nép a fáraóhoz kiáltott élelmet kérve. Ő felelte nekik, menjetek Józsefhez, és bármit mond nektek, tegyétek meg és eluralkodott az éjség Egyiptom egész földjén. És megnyitotta József az összes csűröket, és eladta az egyiptomiaknak, mert őket is nyomasztotta az éjség. És az összes tartományok Egyiptomba jöttek, hogy élelmet vegyenek Józsefnél, mert az inség eluralkodott az egész földön. A 42. fejezet mikor pedig Jákob hallotta, hogy élelmet árulnak Egyiptomban? mondta a fiainak Miért nézitek egymást? Hallottam, hogy gabonát lehet venni Egyiptomban. Menjetek le, és vegyétek meg a szükséges dolgokat, hogy életben maradjunk és ne vesszünk éhen. Lement tehát József tíz testvére, hogy gabonát vegyenek Egyiptomban. Benyamint azonban József öccsét, Jákob otthon tartotta, és mondta a testvéreinek, nehogy az uton valami baj érje. És bementek Izrael fiai Egyiptom földjére másokkal együtt, akik vásárolni mentek. Éhínség volt ugyanis Kánaán földjén. És József volt a fejedelem Egyiptom földjén, és az ő tetszése szerint árusították a gabonát a népeknek. És amikor megérkeztek, és földig hajolva hódoltak előtte a testvérei, ő fölismerte őket. De mintha idegenek volnának, keményen beszélt, és kérdezte őket, honnan jöttök? Ők válaszolták, Kánoán földjéről, hogy gabonát vásároljunk. Ő ugyan fölismerte a testvéreit, de azok nem ismerték fel őt. És visszagondolva álmaira, melyeket egykor látott, szólt hozzájuk, kémek vagytok, azért jöttetek, hogy kikémlejétek a föld gyönge pontjait. Ők mondták, nem így van, urunk, hanem azért jöttek szolgáit, hogy élelmet vásároljanak. Minnyáján egy férfi fiai vagyunk, őszinték vagyunk, és a te szolgáid semmi rosszban nem mesterkednek. Ő válaszolt nekik, másként van ez, eljöttetek kikémlelni a föld védtelen részeit. Erre azok mondták, szolgáid tizenketten vagyunk testvérek, egy férfi fiai Kánaán földjén, a legkisebb atyánkkal van, egy pedig már nem él. Ez az, amit mondtam, kémek vagytok. Már most próbára teszlek benneteket a fáraó életére. El nem mentek innen, amíg legkisebb testvéretek ide nem jön. Küldjetek el egyet magatok közül, és hozza előt. Ti pedig bilincsben lesztek, amíg ki nem derül, hogy igaz-e, amit mondtatok, vagy hazugság. Máskülönben a fáraó életére kémek vagytok. Tehát három napra őrizetbe helyezte őket. A harmadik napon azonban kivezettette őket a börtönből, és így szólt, Tegyétek meg, amiket mondtam, és élni fogtok, mert én félem az Istent. Ha őszinték vagytok, egy testvéretek maradjon fogságban, ti pedig menjetek, vigyétek a gabonát, amit vettetek házaitokba, és a legkisebb testvéreteket vezessétek hozzám, hogy igazolódjék a beszédetek, és meg ne halljatok. Megtették, amit mondott, és mondták egymásnak: Méltán szenvedjük ezeket, mert vétettünk a testvérünk ellen, látva lelkének szorongatását, amikor kérlelt bennünket, de nem hallgattunk rá. Ezért jött ránk ez a csapás. És Rúben szólt, Bajon nem mondtam nektek, ne védkezzetek a fiú ellen, és nem hallgattatok rám. Íme számon kérik a vérét. Nem tudták ugyanis, hogy József érti őket, mert tolmácsal beszélt velük. Kisi elfordult és sírt, majd visszafordulva beszélt hozzájuk. Fogták símeont, és megkötözték a szemük láttára, majd parancsot adott a szolgáknak, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, és a pénzt mindegyiknek a kicsi zsákjába tegyék bele, az élelem fölé, amit az útra adtak nekik. Azok így is tettek. Ők pedig a szamaraikra rakták a gabonát, és útra keltek. Amikor egyikük kinyitotta a zsákot, hogy a jószágnak a szálláson enni adjon, meglátta a pénzt a zsák szájában, és mondta a testvéreinek, visszaadták nekem a pénzt, íme itt van a zsákban. És csodálkozva és megrémülve mondták egymásnak, mi lehet ez, amit Isten velünk tett. És megérkeztek atyukhoz, Jákobhoz, Kánaán földjére, és elbeszéltek neki mindent, ami velük történt, mondván, a föld ura keményen beszélt hozzánk, és azt gondolta, hogy ki akarjuk kémlelni a tartományt. Kinek válaszoltuk, mi őszinték vagyunk, és semmi álnokságot nem tervezünk. Egy atyától származott tizenkét testvér vagyunk, egy már nem él, a legkisebb pedig atyánkkal van Kánoán földjén. És mondta nekünk az a férfi, a földura, Ebből fogom megtudni, hogy őszinték vagytok. Egy testvéreteket hagyjátok nálam, és fogjátok a házaitoknak szükséges élelmet, és menjetek. A legkisebb testvéreteket vezessétek ide hozzám, hogy megtudjam, nem vagytok kémek, és a fogságban lévőt visszakapjátok, és attól fogva szabadon járhattok az országban. Ezeket mondván amikor kiöntötték a gabonát, mindegyik megtalálta a zsákok szájában a bekötött pénzt. Valamennyien megrémültek. És mondta nekik atyuk, Jákob, megfosztottatok gyermekeimtől, József nincs többé, Simeon fogságban van, és elviszitek Benyámint. Rám szakadt mindez a baj. Rúben válaszolt neki, öld meg két fiamat, ha nem hozom neked őt vissza. Add a kezembe, és én visszahozom őt neked. Erre ő így válaszolt, a fiam nem mehet veletek. A testvére meghalt, és ő egyedül maradt meg. Ha valami baj éri az úton, ősz fejemet a fájdalommal viszitek a sírba. A 43. fejezet közben az éhínség az egész földre nagyon rá nehezedett. És amikor elfogyott az élelem, amit Egyiptomból hoztak, mondta Jákoba fiainak, menjetek vissza és vegyetek egy kevéske élelmet. Júda válaszolta, az a férfi esküvéssel jelentette ki nekünk, nem láthatjátok arcomat, ha a legkisebb testvéreteket el nem hozzátok magatokkal. Ha tehát el akarod küldeni velünk, együtt elmegyünk, és megvesszük a neked szükségeseket. De ha nem akarod, akkor nem megyünk. Az a férfi ugyanis, mint többször mondtuk, kijelentette nekünk: Nem láthatjátok arcomat a legkisebb testvéretek nélkül. Mondta nekik Izrael, miért hoztátok rám ezt a nyomorúságot, hogy megmondtátok neki, hogy van még egy testvéretek? Erre ők válaszolták, az az ember rendre kérdezte származásunkat. Éle atyánk, van-e testvérünk? Mi pedig csak feleltünk a kérdéseire. Vajon tudhattuk-e, hogy ezt fogja mondani, hozzátok el magatokkal a testvéreteket? Júda is mondta atyának, Izraelnek: Engedd el velem a fiút, hogy útra keljünk és életben maradjunk, és ne halljunk meg, te is, a gyermekeink is. Én magam kezeskedem a gyermekért, a kezemből kérd őt számon. Ha nem hozom vissza őt, és nem adom vissza neked, én leszek vétkes előtted minden időkben. Ha ez a késlekedés közben nem jön, már kétszer visszajöttünk volna. Így tehát adjuk, Izrael, mondta nekik: Ha így kell történnie, tegyétek, amit akartok. Vegyetek a föld legjobb gyümölcseiből edényeitekbe, és vigyetek ajándékokat annak az embernek: egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, Pisztácia-bogyót és mandulát. Kétszeres pénzt is vigyetek magatokkal, és azt, amit kicsi zsákjaitokban találtatok, vigyétek vissza, hát, ha tévedés történt. De a testvéreteket is vigyétek, és menjetek ahhoz a férfihez. A mindenható Isten pedig tegye őt megkérlelhetővé számotokra, és küldje vissza a fogvatartott testvéreteket, és ezt a benyámint is én pedig, mint egy elárvult, gyermekek nélkül leszek. Fogták tehát a férfiak az ajándékokat és a kétszeres pénzt, és mind, és lementek Egyiptomba, és megálltak József előtt. Amikor ő meglátta velük együtt Benyámint, megparancsolta a háza gondokának, vezesd a férfiakat a házba, Vágas le egy állatot, és készíts lakomát, mert ma délben velem ebédelnek. Az megtette, amit neki parancsoltak, és bevezette a férfiakat József házába. És ott megrettenve mondták egymásnak, a pénz miatt, amit a zsákjainkban korábban elvittünk, hoztak be minket ide, hogy ránk roncsanak, és erőszakkal rabszolgává tegyenek minket is, Szamarainkat is. Emiatt, míg a bejáratnál odaléptek a ház intézőjéhez, és mondták: Kérünk, urunk, hallgas meg minket! Már korábban is lejöttünk, hogy élelmet vásároljunk. A vásárlás után, amikor a szállásra értünk, kinyitottuk zsákjainkat, és a zsák szájában megtaláltuk a pénzt, amit most hiánytalanul visszahoztunk de más ezüstöt is hoztunk, hogy megvásároljuk, amire szükségünk van. Nem tudjuk, ki tehette az ezüstöt erszényeinkbe. Erre az válaszolta, békesség veletek és ne féljetek. A ti istenetek és atyátok istene adta nektek a kincset a zsákjaitokba, mert a pénz, amit nekem adtatok, bizonyítottan nálam van. És kihozta hozzájuk Simeont. És miután bevezette őket a házba, vizet hozott, és megmosta a lábukat, majd megetette a szamaraikat. Ők pedig előkészítették az ajándékokat, mire József délbe megjön. Hallották ugyanis, hogy ott fognak kenyeret enni. Amikor tehát József belépett a házába, fölajánlották neki a kezükben tartott ajándékokat, és a földig meghajolva hódoltak előtte. Erre ő kegyesen viszont üdvözölte őket, és megkérdezte mondván Egészségese öreg atyátok, akiről beszéltetek nekem, éle még? Ők válaszolták: Szolgád, ami atyánk egészséges, még él. És meghajolván hódoltak előtte. Amikor pedig József fölemelte a szemét, meglátta Benyámint, az édes testvérét, és szólt, – Ez a ti kis testvéretek, akiről beszéltetek nekem? És ismét mondta, – Isten legyen irgalmas irántat, fiam! És kisietett, mert bensőleg megindult a testvére miatt, és könnyekben tört ki, és bemenvén a kamrába sír. Majd miután megmosta az arcát, ismét kiment és uralkodva magán szólt: szolgáljátok föl a kenyeret! Amikor föltállaltak, külön Józsefnek, és külön a testvéreknek, és a velük együtt étkező egyiptomiaknak is külön, ugyanis tilos az egyiptomiaknak együtt étkezni a héberekkel, mert az ilyen közös étkezést közönségesnek gondolják. Előtte ültek, a legidősebbtől a legfiatalabbik koruk szerint. És nagyon csodálkoztak, amikor átvették a részüket, melyeket tőle kaptak. Nagyobb rész jutott bennyáminnak, úgy, hogy meghaladta az öt részt. És ittak, és vele együtt megrészegültek. A 44. fejezet József pedig megparancsolta háza gondnokának, Töltsd meg a zsákjaikat gabonával, amennyi csak beléjük fér, és mindegyiknek a pénzét tedd a zsák tetejére. Az én ezüst poharamat pedig a pénzzel együtt, ami a gabonáért járt, tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre. Így is történt. És amikor reggel lett, elbocsátották őket a szamaraikkal együtt. És amikor már kiértek a városból, és egy kicsit eltávolodtak, József magához szólította háza gondokát, és mondta, kej és kövesd azokat a férfiakat, és utolérve őket mond, miért viszonoztátok rosszal a jót, miért loptátok el ezüst poharamat, hiszen uram ebből iszik, és ebből szokott jósolni. Nagyon gonosz dolgot műveltetek az megtette, amit parancsolt neki, és utolérve őket, elmondta mindezt. Ők válaszolták, miért beszél így a mi urunk, távol legyen szolgáittól, hogy ekkora vétket követtünk volna el. A pénzt, amit a zsákok tetején találtunk, visszahoztuk neked Kánaán földjéről. Miként következnék az, hogy urat házából aranyat vagy ezüstöt loptunk? ha a szolgáid közül bárkinél megtalálod, amit keresel, halljon meg. Mi többiek pedig, urunk, rabszolgái leszünk. Ő mondta nekik, legyen úgy, ahogy mondjátok. Akinél megtalálom, az legyen a rabszolgám, ti pedig ártatlanok lesztek. Így tehát sietve lerakták a földre a zsákokat, és egyenként kibontották. Bizsgálódva beletekintett a legidősebbtől a legkisebbikig, és megtalálta az ezüst poharat Benjamin zsákjában. Erre ők megszaggatták a ruhájukat, újra fölmálházták a szamarakat, és visszatértek a városba. És amikor Júda a testvéreivel együtt bement Józsefhez, még nem ment el ugyanis a helyről, Valamennyien együtt leborultak előtte a földre. Ő szólt hozzájuk: Miért tettétek ezt? Nem tudtátok, hogy nincs hozzám hasonló a jóslás tudományában? Júda így felelt: Mit válaszoljunk, uramnak? Mit mondhatunk, és mit hozhatunk föl igazolásunkra? Isten megtalálta szolgáid gonosságát. Íme. Valamennyien uram, rabszolgái vagyunk, mi is, és akinél megtalálták a poharat. József válaszolta: Távol legyen tőlem, hogy így cselekedjem. Aki ellopta a poharat, az legyen a rabszolgám, ti pedig szabadon menjetek atyátokhoz. Júda pedig közelebb lépett és bizalmasan szólt. Kérlek, uram, hadd szóljon a szolgád a füledbe. És ne haragudja te szolgádra, hiszen te olyan vagy, mint a fáraó. Az én uram korábban megkérdezte szolgáitól, van-e atyátok vagy testvéretek? Mi pedig válaszoltunk az én uramnak, van egy öreg atyánk és egy kicsinke fiú, aki öregségében született, akinek édes testvére meghalt. Egyedül csak ő maradt meg anyjától, atya pedig gyengéden szereti őt és mondtad a te szolgáidnak, hozzátok el hozzám, hogy rávethessem a szememet. Mi mondtuk urunknak, a gyermek nem hagyhatja ott atyát, mert ha ott hagyja, az meghalna. És mondtad szolgáidnak, ha nem jön veletek a legfiatalabb testvéretek, nem láthatjátok többi arcomat. Amikor tehát fölmentünk szolgáthoz, ami atyánkhoz, elbeszéltünk neki mindent, amit szólt az én uram, és atyánk mondta, menjetek el újra, és vegyetek egy kevés gabonát. Mi mondtuk neki, nem mehetünk. Ha a legkisebb testvérünk velünk együtt lejön, együtt elmegyünk. Másként, nélküle, nem láthatjuk meg annak a férfinak az arcát. Ezekre szolgált az én atyám válaszolta, Tudjátok, hogy a feleségem kettőt szült nekem. Az egyik eltávozott tőlem, és mondtam, vadállat tépte szét. És mindez ideig nem került elő. Ha ezt is elviszitek tőlem, és valami baj éri az úton, ősz fejemet a keserűséggel viszitek az alvilágba. Így tehát, ha visszatérnék szolgáthoz, az én atyámhoz a gyermek nélkül, aki egész lelkével csöng, és látná, hogy nincs velünk, meghalna. És a te szolgáid az ő ősz fejét a fájdalommal a sírba vinnék. Szolgád a gyermekért kezességet vállalt atya előtt. Ha nem hozom vissza hozzád, védkes leszek atyám ellen minden időben. Így tehát maradjak itt én, a te szolgád a gyermek helyett, uram szolgálatában, és a gyermek a testvéreivel menjen haza. Mert nem térhetek vissza atyámhoz a gyermek nélkül, nehogy tanulja legyek a bajnak, ami összetöri atyámat. A 45. fejezet József tovább nem tudta visszafogni magát a jelenlévők előtt, ezért kiáltotta, menjetek ki minnyájon és senki sem volt vele, amikor fölfette magát a testvérei előtt. És fölemelte a szavát sírással, amit meghallottak az egyiptomiak és a fáraó egész háza. És mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még atyám. És a testvérek nem tudtak felelni neki a rettenetes félelem miatt ő jóságosan szólt hozzájuk, jöjjetek ide hozzám. És amikor közelebb mentek, mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. Ne szomorkodjatok, és ne tűnjék kegyetlennek, hogy eladtatok engem erre a vidékre. Üdvösségtekért küldött ugyanis engem Isten előttetek Egyiptomba. Ugyanis két esztendeje, hogy megkezdődött az éhinség a Földön, és még öt év hátra van, amikor nem lehet sem vetni, sem aratni. És előre küldött engem Isten, hogy megmaradjatok a Földön, és életetek nagy szabadulásra megőriztessék. Nem a ti döntésetek, hanem Isten akarata küldött engem ide, aki szinte a fáraó atyává tett és egész házának urává, és fejedelemmé Egyiptom egész földjén. Siessetek, és menjetek föl atyámhoz, és mondjátok neki, ezeket üzeni a te fiad József. Isten Egyiptom egész földjének urává tett engem, jöjj le hozzám, ne egyél. És gósen földjén fogsz lakni, a közelemben leszel, te és a fiaid, és a fiaidnak fiai, juhaid, marháid, és minden, amit birtokolsz. És ott foglak táplálni téged, mert még öt év hátra van az éhinségből, nehogy elveszte, és a házad, és minden, ami a tiéd. Íme a ti szemetek, és az én öcsém Benyámin szeme látja, hogy az én szám az, ami szól hozzátok vigyétek hírül atyámnak egész egyiptomi dicsőségemet, és mindazt, amit láttatok. Siessetek, és hozzátok őt ide hozzám. És amikor megölelve a testvérének Benyáminnak a nyakába borult, sírt, és az is hasonlóképpen sírt az ő nyakában. És József megcsókolta összes testvéreit, és egyenként sírt fölöttük. Ezek után szólni mertek hozzá. És hallották, és híre ment a király udvarában, Megjöttek József testvérei, És örült a fáraó és egész családja. És mondta Józsefnek, Parancsolja még testvéreinek mondván, Málházzátok föl állataitokat, És menjetek Kánaán földjére, És hozzátok el onnét atyátokat és a rokonságot, És jöjjetek hozzám és én nektek adom Egyiptom összes javait, és a föld bőségét egyétek. Ezt is parancsold meg, vigyetek Egyiptom földjéről szekereket, kicsinyeitek és feleségeitek számára, és hozzátok el atyátokat, és jöjjetek, amilyen gyorsan csak tudtok. És ne bánkódjatok fölszereléstek miatt, mert Egyiptom egész gazdagsága a tiétek lesz és megtették Izrael fiai, amit nekik parancsoltak. József szekereket adott nekik a fáraó parancsa szerint, és élelmet az útra. Azt is megparancsolta, hogy mindegyiknek adjanak váltóruhát. Benyáminnak pedig háromszáz ezüstöt adott, és öt váltóruhát. Atyának hasonlóképpen küldött tíz szamarat, amiket megraktak Egyiptom minden gazdagságával, és ugyanannyi szamárkancát, amelyek gabonát, kenyeret és utravaló eledelt vittek. Elbocsátotta tehát a testvéreit, és amikor elindultak, mondta, ne cívódjatok az úton. Ők fölmenvén Egyiptomból megérkeztek Kánaán földjére atyjukhoz, Jákobhoz, és hírül vitték neki, József él, és ő parancsol Egyiptom egész földjén. Alma szíve hideg maradt, ugyanis nem hitt nekik. Akkor elmondták József minden szavát, amit nekik mondott, és amikor látta a szekereket és mindazt, amit azért küldött, hogy őt elvitesse, fölé lett a lelke, és szólt: Elég nekem, ha a fiam, József még él. Megyek, hogy lássam őt, mielőtt meghalok. A 46. fejezet És elindult Izrael minden évvel, amilyen volt, és beér ért, és itt, miután vágó áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének, meghallotta őt, amint éjszakai látomás által szólította, Jákob, Jákob, ő neki, íme itt vagyok, szólt hozzá, én vagyok az Isten, atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy nemzettét eszlek, én veled együtt lemegyek oda, és visszatérőben én foglak kivezetni onnan, József fogja le majd a szemedet. Elindult tehát Jákob beérsebából, és vitték őt a fiai, gyermekeikkel és feleségeikkel együtt a szekereken, amelyeket az öreg szállítására küldött, és magukkal vitték mindenüket, amiük Kánoán földjén volt. És megérkeztek Egyiptomba, Jákob és minden ivadéka, a fiai és unokái, leányai és leányunokái, és az egész nemzetség. Ezek pedig Izrael fiainak nevei, akik bementek Egyiptomba, ő maga, a gyermekeivel együtt. Az első szülött Rúben. Rúben fiai, Hénoch és Palló és Hetzron és Karmi. Simeon fiai, Jemuel és Jámin és Ohád és Jahin és Cohár és Saul, a kánoánit a nőfia. Lévi fiai, Gerson és Kehát és Merári. Júda fiai, Er és Onán és Sela és Perec és Szerach. Er és Onán azonban meghaltak Kánoán földjén. Perecnek fiai születtek, Hetzron és Hamul. Iszakár fiai, Tola és Puvva, és Jasúb, és Simron. Zebulon fiai, Szered, és Elon, és Jahleél. Ezek Lea fiai, akiket Paddan Arámban szült, a lányával, Dínával együtt. Fiainak és leányainak száma összesen harminc három. Gád fiai, Cefon és Haggi, Suni és Ecbon, Eri, és Arodi, és Areli. Áser fiai, Jimna, és Jisva, és Jisvi, és Beria, és a nővérük Szerach. Beria fiai, Héber, és Malkiel. Ezek szilpa fiai, akit lábán a leányának leának adott. És ezeket szülte Jákobnak tizenhat lelket. Ráhelnek, Jákob feleségének fiai, József és Benyámin. Józsefnek fiai születtek Egyiptom földjén, akiket a Héliopoliszi papleánya Asznát szült neki, Manasse és Efraim. Benyámin fiai, Bela és Beher és Asbel, Gera és Naamán és Ehi és Ros, Mupim és Huppim, és Ard. Ezek Ráhel fiai, akiket Jákobnak szült, összesen tizennégy léleg. Dán fia Husim volt. Neftali fiai, Jachceél, és Guni, és Icer, és Sillem. Ezek Bilha fiai, akit lábán a leányának Ráhelnek adott. És ezeket szülte Jákobnak, Összesen hét lélek. Az összes lélek, aki Jákobbal együtt ment be Egyiptomba, és az ő ágyékából származott, fiainak feleségei nélkül, hatvanhat. Hat. József fiai pedig, akik Egyiptom földjén születtek neki, két lélek. Jákob házának összes lelkei, akik bementek Egyiptomba, hetvenen voltak. Júdát maga előtt küldte Józsefhez, hogy hírt vigyen és jöjjön eléje Gósembe. És megérkeztek Gósem földjére. József befogadott a kocsiába, és fölment, atya elé Gósembe. És meglátva őt, a nyakába borult, megölelte, és hosszasan sírt. És mondta Izrael Józsefnek: Most már örömmel halok meg, mert láttam az arcodat és életben hagylak itt. És ő beszélt a testvéreihez, és atya egész házához. Fölmegyek, és jelentem a fáraónak, és mondom neki, testvéreim és atyám háza, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. És juhok pásztorai ők, és nyájakat tartanak, juhaikat és marháikat és mindenüket, amit lehetett magukkal hozták és ha majd hivat benneteket, és mondja, mivel foglalkoztok? Válaszoljátok, pásztorok vagyunk mi, a te szolgáid, gyermekkorunktól fogva mostanáig, mi is, és már atyáink is. Ezeket pedig azért mondjátok, hogy gósen földjén lakhassatok, mert az egyiptomiak irtóznak minden jupásztortól. A 47. fejezet Bement tehát József és jelentette a fáraónak, mondván, Atyám és testvéreim, a juhaik és marháik, és minden, amiük van, megérkeztek Kánoán földjéről, és íme Gósem földjén vannak. És testvérei közül öt férfit odaállított a király elé, akiket ő megkérdezett, mi a foglalkozástok? Válaszolták, Jupásztorok vagyunk mi, a te szolgáid és atyáink is. És mondták a fáraónak, vándorolni jöttünk a földre, mert nincs fű szolgáid nyájainak a súlyos éhinség miatt Kánoán földjén. És kérünk, parancsold meg, hogy mi, a te szolgáid, Gósen földjén legyünk. Mondta tehát a király Józsefnek, atyád és testvéreid eljöttek hozzád. Egyiptom földje a szemed előtt van, a legjobb helyen telepítsd le őket, és add nekik Gósen földjét. Ha tudsz közöttük derék férfiakat, állítsd őket állataim felügyelőivé. Ezek után József bevezette atyát a királyhoz, és odaállította eléje. Jákob megáldotta a fáraót, és az megkérdezte tőle, mennyi életed éveinek száma? Ő válaszolta, vándorlásom napjai százharminc évet tesznek ki. Nem sok, és bajokkal teltek, és nem érik el atyáim napjait, az ő vándorlásuk éveit. És megáldván a királyt, kiment. József pedig atyának és testvéreinek a föld legjobb helyén adott Egyiptomban birtokot, Ramzes földjén, ahogy a fáraó megparancsolta. És táplálta őket, és atyának egész házát, eledelt adva kinek, kinek. Az egész földön nem volt kenyér, és az éhínség nagyon nyomasztotta a földet, és megviselte az éhinség Egyiptom földjét és Kánoán földjét. Innen összegyűjtött minden pénzt a gabona eladásáért, és a király kincstárába vitte. És amikor elfogyott a vásárló pénze, egész Egyiptom Józsefhez jött, és mondta, adj nekünk kenyeret, miért hajjunk meg a színed előtt, mert elfogyott a pénzünk. Ő válaszolta nekik, Hozzátok ide az állataitokat, és élelmet adok értük, ha nincs pénzetek. Mikor oda vezették azokat, élelmet adott nekik a lovakért és juhokért, az ökrökért és szamarakért, és az állatokért gondoskodott róluk abban az évben. A következő esztendőben is jöttek és mondták neki, nem titkoljuk urunk előtt, hogy pénzünk elfogytával az állatok urunk tulajdonába mentek át, és nincs rejtve előtted, hogy a testünkön és a földünkön kívül nincs semmink. Miért halljunk meg hát a szemed láttára mi is, és a földünk is? Védj meg minket és földünket királyi szolgálatra, és adj vetőmagot, nehogy földműves híján sivataggá váljék a föld. Megvette tehát József Egyiptom egész földjét, mert az éhínség súlyossága miatt eladták mind a birtokaikat. A földet a fáraó tulajdonává tette, és az egész népet rabszolgájává Egyiptom egyik végétől a másikig. A papok földjét azonban nem vette meg, mert meghatározott ellátást élveztek a királytól, és ezért nem kellett eladniuk a birtokaikat. Mondta tehát József a népnek: Íme, amint látjátok, titeket is, földeteket is a fáraó birtokol. Fogjátok a vetőmagot, és vessétek be a földeket, hogy gabonátok lehessen az ötöd részt a királynak fogjátok adni, a többi négyötödöt meghagyom nektek vetőmagul és eledelül, családjaitoknak és gyermekeiteknek. Ők válaszolták, te megmentettél minket, csak tekintsen ránk a mi urunk, és örömmel szolgálunk a királynak. Attól az időtől kezdve, mind a mai napig, Egyiptom egész földje ötöd adózik a királyoknak. József tette ezt törvényé, kivéve a papi földet, ami szabad e kötelességtől. Izrael tehát Egyiptomban lakott, azaz Gósen földjén, és birtokolta azt, és növekedett, és nagyon megsokasodott. És Jákob Egyiptom földjén még tizenhét évig élt. Életének összes napjai 147 évet tettek ki. És amikor elközelget, hogy meglássa halál a napját, hívta a fiát, Józsefet, és mondta neki, ha kegyelmet találtam a szemedben, tedd kezedet a csipőm alá, és tégy irgalmasságot és igazságot, hogy nem temetszel engem Egyiptomban, hanem atyáimmal fogok aludni, és elviszel engem e földről, és őseim sírboltjában helyezel el? József válaszolta neki, én megteszem, amit parancsoltál. Erre ő mondta, esküdj meg hát nekem. Miután ő megesküdött, Izrael leborult, és az ágy feje felé fordult. A 48. fejezet. Mindezek után, jelentették Józsefnek, hogy atya betegeskedik. Magával vitte két fiát, Manaszét és Efraimot, és mondták az öregnek, íme, a fiad József jön hozzád. Ő összeszedte erejét, fölült ágyában, és amikor bejött hozzá, szólt, a mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, ami Kánoán földjén van, és megáldott engem, és szólt, én gyarapítalak és sokasítalak meg téged, és népek sokaságává teszlek. És neked adom ezt a földet, és utánad ivadékodnak örök birtokul. A te két fiad, akik Egyiptom földjén születtek neked, mielőtt idejöttem hozzád, az enyémek lesznek. Efraim és Manasse úgy számít az enyémnek, mint Rúben és Simeon a többiek pedig, akiket utánuk nemzettél, a tieid lesznek, és birtokaikban testvéreikről nevezzék el őket. Nekem ugyanis, amikor Paddamból eljöttem, anyád Ráhel meghalt Kánoán földjén útközben, amikor kis távolságra voltam Efratától, és eltemettem őt az Efratába vezető út mellett, amit más néven Betlehemnek hívnak. Látván pedig a fiait mondta neki, kik ezek? Válaszolta, a fiaim ők, akiket Isten nekem adott ezen a helyen. Vezesd őket ide hozzám, mondta, hogy megáldjam őket. Izrael szemei ugyanis a nagy öregség miatt elhomályosodtak, és nem látott tisztán a hozzálépőket megcsókolta és átölelte, és mondta a fiának, Láthattalak téged, és azon felül Isten megmutatta nekem ivadékodat. És amikor József kivette őket atya öléből, a földre borulva hódolt előtte. És Efraimot a jobbjára, azaz Izraelnek a baljára, Manaszét pedig a baljára, tudnélék atya jobbjára állította, s mindkettőt hozzávezette. Ő kinyújtván a jobbját Efraimnak, a fiatalabb testvérnek a fejére tette, a balját pedig Manassze fejére, aki az idősebb volt, fölcserélve a két kezét. És megáldotta Jákob Józsefet és szólt, Isten, akinek színe előtt jártak atyáim, Ábrahám és Izsák. Isten, aki legeltetett engem ifjúkorom óta, mind a mai napig, az angyal, aki kiragadott engem minden bajból, áldja meg ezeket a gyermekeket. És hibassék le rájuk a nevem, atyáimnak, Ábrahámnak és Izsáknak neve is, növekedjenek sokasággá a föld színén. Látván pedig József, hogy atya, a jobbját Efraim fejére tette, nehezére esett, és megragadva atya kezét, próbálta fölemelni Efraim fejéről, és átvinni Manasse fejére. És mondta atyának, nem jó így, atyám, mert ez az első szülött, tedd a jobbodat az ő fejére. Ő vonakodva szólt, tudom, fiam, tudom, ez is népekké lesz, és megsokasodik, de fiatalabb testvére nagyobb lesz nála, és annak ivadéka népek sokaságává növekedik. És megáldotta őket azon a napon mondván, te benned mond majd áldást Izrael, és mondja, tegyen téged Isten hasonlóvá Efraimhoz és Manasszéhoz. És Efraimot Manassé elé helyezte és szólt Józsefhez, az ő fiához, Íme, én meghalok, és Isten veletek lesz, és visszavezet benneteket atyáitok földjére. Adok neked egy részt a testvéreiden kívül, amit karddal és íjammal elvettem az Amorreus kezéből. A 49. fejezet Hívta pedig Jákoba fiait, és szólt hozzájuk, Gyűjjetek össze, hogy hirdessem nektek, Ami az utolsó napokban rátok vár. Gyűjjetek össze, és halljátok, Jákob fiai, Halljátok Izraelt, a ti atyátokat. Rúben, az én első szülöttem, Te vagy az én erősségem, És férfi erőm zsengéje. Első a méltóságban, És nagyobb az erőben fortyogva, mint a víz, nem fogsz kiemelkedni, mert fölléptél atyád fekhelyére, és beszennyezted az ágyamat. Símeón és Lévi testvérek, fegyvereik az erőszak edénye. Ne menjen tanácsukba az én lelkem, és gyülekezetükben ne legyen az én dicsőségem, mert dühükben megölték a férfit, és kedvük szerint elvágták a bikák inait. Átkozott a dühük, mert vakmerő, és méltatlankodásuk, mert kegyetlen. Elosztom őket Jákobban, és szétszórom őket Izraelben. Júda, téged fognak dicsérni a testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, hódolni fognak előtted atyád fiai oroszlán kölyök, Júda, a zsákmány mellől keltél fel, fiam. Pihenvén elnyújtózott, mint az oroszlán, és mint az anya oroszlán, ki fogja fölkelteni őt. Nem vétetik el a jogar Júdától és a vezéri bot a lábától, míg el nem jön az, é, és akinek engedelmeskednek a nemzetek és szőlőtőhöz kötvén a csikóját, és a szőlőtőhöz a szamárkanca fiát, megmossa majd a borban a köntösét, és a szőlőfürt vérében a palástját. A szeme feketébb, mint a bor, és a foga fehérebb, mint a tej. Zebulon a tengerpartján partján fog lakni, és a hajók kikötőjében Elérve egészen Szidonig. Iszakár erős szamár, karámok között anyázva látta, hogy a nyugalom jó, és a föld a legjobb, és terheket vett a vállára, és adókkal szolgált. Dán ítélkezni fog a népén, mint Izrael törzseinek egyike. Dán kigyó legyen az úton, és vipera az ösvényen, megmarván a ló bokáját, hogy lovas a hanyat tessék. A te üdvödet várom, uram. Gád, rablók támadják meg őt, de ő a sarkukban van, üldözi őket. Áser, bőséges az ő kenyere, és királyi csemegéket fog szállítani. Neftali egy kiengedett szarvas, amelynek szép borjai vannak. Gyümölcstermőfa József, gyümölcsfa forrás fölött ágai átnyúlnak a falon. De elkeserítették őt, és vitatkoztak vele, és ellenségeskedtek vele íjászok. És összetört az ő íjuk, és megszakadtak karjaik inai, Jákob hatalmasának keze által, Izrael pásztorának és sziklájának neve által. Atyád Istene lesz a te segítőd, és a minden ható megáld majd téged felülről az ég áldásaival, alulról a mélység áldásaival, az emlők és az anyamé áldásaival. Atyád áldásai erősebbek, mint az örök hegyek áldásai, az ősi halmok kívánságai. Szálljanak József fejére, és a testvérei közötti nazír fejének tetejére. Benyámin ragadozó farkas, reggel prédát fog enni, és este szétosztja a zsákmányt. Mindezek Izrael tizenkét törzsében. Ezeket mondta nekik atyuk, és megáldotta mindegyiküket, a saját áldásaikkal. És megparancsolta nekik mondván, engem népemhez gyűjtenek. Temessetek engem atyáimmal Machpela barlangjába, mely a hetita Efron földjén van, Mamréval szemben, Kánaán földjén, amelyet Ábrahám a hetita Efrontól a földdel együtt vett meg, temető birtokul, s ott temették el őt és a feleségét, Sárát, ott temették el Izsákot a feleségével Rebekával, és oda temetve nyugszik Lea is. Miután befejezte parancsait, melyekkel a fiúkat ellátta, fölhúzta lábait az ágyra, és meghalt. És népéhez temették. Az ötvenedik fejezet. József sírva és csókolgatva atya arcára borult, és megparancsolta orvos szolgáinak, hogy illatszerekkel balzsamozzák be atyát. Míg azok teljesítették a parancsot, eltelt negyven nap. Így volt szokás a bebalzsamozott holtestekkel. És siratta őt egyiptom hetven napig. És a gyász idejének elteltével szólt József a fáraó családjához. Ha kegyelmet találtam a szemetekben, szóljatok a fáraó fülébe, mert atyám megeskedett engem mondván, íme meghalok, a siromba temess engem, melyet Kánaán földjén ástam magamnak. Most tehát fölmegyek, eltemetem atyámat, azután ismét visszatérek. És mondta neki a fáraó, menj és temesd el atyádat, ahogy megesküdtél rá. Amikor fölment, velementek mind a fáraó szolgái, házának vénei és az összes öreg egyiptomi. József háza a testvéreivel együtt, kivéve a kisgyermekeket és a nyájakat és a marhákat, melyeket Gósen földjén hagytak. A kíséretében szekerek és lovasok is voltak, és nem kis sereg volt. Elérkeztek Górenha Atathoz, azaz Ramnus szérűjéig, amely a Jordánon túl feküdt. Itt nagy és heves sírással gyász tartottak hét napig. Amikor ezt Kánaán földjének lakói látták, nagy gyásza ez az egyiptomiaknak. Azért a helyet Ábel Mizraimnak, azaz Egyiptom gyászának nevezték el. Jákob fiai tehát úgy tettek, ahogy megparancsolta nekik, és elvitték őt Kánaán földjére, és eltemették a Machpela barlangjába, melyet Ábrahám temető birtokul vett a mezővel együtt a hetita Efrontól Mamréval szemben. És miután eltemette atyát, József visszatért Egyiptomba a testvéreivel és egész kíséretével. Jákob halála után József testvérei féltek, és így beszéltek egymás között: nehogy véletlenül emlékezve a sérelemre, amit elszenvedett, visszaadja nekünk mindazt a rosszat, amit tettünk, üzenetet küldtek neki mondván atyád, mielőtt meghalt, megparancsolta nekünk, hogy mondjuk el neked e szavaid. Kérve kérlek, felejtsd el testvéreid gaztettét és bűnét és rosszaságát, amit ellened elkövettek. Mi is kérünk, hogy atyád istene szolgáinak bocsásd meg ezt a rosszaságot. Ennek hallatára József sírt és eljöttek hozzá a testvérei, és leborulva előtte mondták, a szolgáid vagyunk. Ő válaszolta nekik, ne féljetek, vajon ellenállhatunk-e Isten akaratának? Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten jóra fordította azt, hogy fölmagasztaljon engem, ahogy most látjátok, és megmentsen sok népet. Ne féljetek, én gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. És megvigasztalta őket, és édesen és kedvesen beszélt hozzájuk. És Egyiptomban lakott, atya egész háza népével, és száz tíz évet élt meg, és meglátta Efraim fiait a harmadik nemzedékig. Manasszefiának, Mahírnak a fiai is. József fölében születtek. Mindezek után beszélt a testvéreihez: A halálom után Isten meglátogat majd benneteket, és fölvezet erről a földről arra a földre, amelyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És miután megeskedte őket, és mondta: Isten meglátogat majd benneteket. Vigyétek el a csontjaimat magatokkal erről a helyről! Meghalt, betöltve életének száz tíz esztendejét, és bebalzsamozva sírba tették Egyiptomban.